Kecsegtető hitelkínálatok fogadják a vásárlókat, főként a műszaki áruházakban ilyenkor karácsony előtt. Sokan hitelből vesznek ajándékot, a nagyobb értékű meglepetéseket ugyanis karácsonyra időzítik a családok. Az ünnepi kiadásokat nem mindig érdemes fogyasztási hitelből fedezni, mert nem ritka, hogy a személyi kölcsönök vagy hitelkártyák viszonylag magas járulékos költségekkel járnak. Mindenképpen általános jelleggel is érdemes hitelfelvétel előtt tájékozódni a különböző fogyasztási hiteltípusokról, hogy melyiknek milyen jellemzője van, hiszen nagyon nem mindegy, hogyha például vásárolni szeretnénk karácsonyra valamilyen műszaki cikket, és ennek érdekében hitelt felvenni, akkor nem mindegy, hogy ez egy áruhitel lesz, vagy pedig egy hitelkártya konstrukció, kettő nagyon eltérő, viszont a vásárlási helyszíneken, a műszaki áruházakban mind a kettőt szokták jellemzően ajánlani. A másik, ami nagyon fontos, hogy a szerződés aláírás előtt mindig tanulmányozzuk át a feltételeket, ha valami nem világos, kérdezzünk rá, és hogyha nem vagyunk biztosak a hitelfelvételi döntésben, akkor lehetőség szerint ne írjuk alá a szerződést, de arra is van azért lehetőség, hogyha meggondoltuk magunkat a hitelfelvétellel kapcsolatban, hogy a szerződés aláírását követő 14 napon belül elálljunk a hitelszerződéstől. A személyi kölcsönöknél a csökkentett kamatok a teljes futamidő alatt csak akkor érvényesek, ha a fogyasztó a teljes futamidő alatt végig meg tud felelni a kedvezmény feltételeinek. Érdemes odafigyelni az áruhiteleknél arra, hogy a 0%-os THM-mel felvehető kölcsönök általában a legrövidebb futamidejű konstrukciókra vonatkoznak. A hitelkártyáknál pedig van egy kamatmentes periódus 30 napig, ekkor az úgynevezett költési időszakban díjmentesen használjuk a bankpénzét, viszont az azt követő 15 napon belül meg kell kezdeni az igényelt hitelösszeg törlesztését. Nem érdemes hitelkártyával készpénzt felvenni, mert akkor a kamatok a hitelszámlára terhelődnek.